Sziasztok! Nagy öröm végre bemutatni nektek az új lovamat, aki Papillon van, Jans Hof. Ő egy belga melegvérű, belga tenyésztésű 4 éves mén, tehát 2015-ös születésű, most olyan 170 centi marmagassággal bír. Extra felmenői vannak. Papillon apukája a híres Cannon, aki a tenyészmének világranglistáján 4 évig tartotta az első helyet, és jelen pillanatban is bennáll a top 20-ban. A genetika szempontjából Cannon olyan törzskönyvet mutat be, amely tele van olyan legendákkal, mint például Nimmerdor, Volter, Le Mexico. Tökéletesen örökíti a nyugalmát, az erőt és a szuper finom száját. Utódai pedig világszerte bizonyítják a kivételes tehetségüket, nagyszerű hajlandóságukat, kedves temperamentumukat és a reagálási képességüket. Az anyai oldalon Papillon nagypapája, Quidam Drevel, ő egy francia mén volt, a Jalisco-bé fia, és az 1990-es évek elején Hervé Godinhonnal a barcelonai olimpiai játékokon fedezték fel kimagasló ugró képességét. Egyébként számos nemzetközi bajnoknak az apja, mint például Nabab Drev, Dollar de la Pierre, Quantum, vagy akár Caprice Boamargo. Na, és most, hogy megvolt a genetikai háttér, térjünk rá magára a lóra. Papillon most szerdán érkezett. Én esküszöm nektek, hogy próbáltam nem azt nézni szempontként, hogy sárga ló legyen, de mégiscsak úgy sikerült, hogy sárga négylábkesely, és hogy őszinte legyek, nagyon szerettem volna ment, úgyhogy tökéletes párosítás, minden kritériumnak megfelel, ami elvárás volt számomra. Mielőtt elhoztuk, ő másfél hónapig volt lovagolva, akkor lovagolták be, utána 1 hónapot pihent, ezért volt az, hogy így szálltam föl rá, meg kértem segítséget. Egyébként egy tünemény volt, tehát már első nap mentem vele szabadon, ugye itt még csak futószáron sétálgatunk, csak hogy egy kicsit megismerjem, átérezzem, hogy mennyire biztonságos, és tényleg nagyon-nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott volt, úgyhogy borzasztó boldog voltam. Futószáron kipróbáltuk egy kicsit az ügetését, ugye itt is látszik, hogy szinte nyers a ló, mert amikor elindultam és megérezte, hogy mozgok rajta, akkor visszaállt, tehát visszalassított, nincs sok egyensúlya neki, de ez majd alakul idővel. Ugye őt én úgy vettem, hogy nem próbáltam ki nyereg alatt, mert az nem volt nekem szempont, hogy megy nyereg alatt. Az volt a lényeg, hogy egy nem elrontott, nem agyonlovagolt, egészséges fiatal lovat szerettem volna, és ő ezeknek is szintén csak megfelel. Nagyon finom, puha szája van, nagyon értelmes ló, tehát ha egyszer-kétszer mondjuk csődörösködött és rászóltam, akkor utána már nagyon szépen megértette, hogy neki azt nem szabad. Természetesen még így az 5.-6. nap után is ordibál, de se nem veszélyes, se nem pattog, és nyereg alatt sincs egy rossz mozdulata sem. Úgyhogy borzasztóan elégedett vagyok vele, és totál szerelmes vagyok. Barnák Dóri ül a lovamon, akit a kedvenc felszereléseim videómban említettem, a Sprenger és a... vagy Sprenger, azt sem tudom, hogy mondják. Sprenger és a Free Jump kengyellel kapcsolatban. Ő az első ember, aki ül a lovamon, amióta megvan, természetesen rajtam kívül. Szóval ez volt a 4. napon, Dóri átjött, és mivel már egy ideje nagyon jóban vagyunk, ezért megbíztam benne annyira, hogy
azt mondjam, hogy felülhet alóra és kipróbálhatja. És nagyon-nagyon ügyesek voltak együtt, tényleg le a kalappal, ahhoz képest, hogy negyedik napja volt itt a ló. Tényleg egy rossz mozdulata nem volt, és nagyon-nagyon kedves volt a Dórival. Ötödik napja, hogy nálam van a ló, és úgy gondoltam, hogy ez ugye most volt vasárnap, és úgy gondoltam, hogy kimerészkedünk a kinti pályára, mivel most egyelőre boxban van, hadd szokja a helyet. Úgy gondoltam, hogy egy kis napsütés jól jönne a kis bőrének, meg biztos jól esne neki. Úgyhogy kimerészkedtünk a kinti nagy pályára, úgyhogy közben a többi pályán lovagoltak, tehát volt egy-kétszer, hogy a fönti pályákon is voltak lovak. Aminek nagyon örülök, mert egy rossz mozdulata nem volt tényleg. A segédszárat csupán azért tettem föl, hogyha bármi lenne, akkor lent tudjam tartani neki a fejét, mivel mondom még csikó, tehát a zablára sem mindig úgy reagál, és tényleg csak azért volt fent rajta, hogy rám koncentráljon. Nagyon kevésszer kellett belenyúlnom, és mondom, tehát több mint elégedett vagyok azzal, amilyen munkát kint tudtunk csinálni. Kondia még szegénykémnek semmi nincsen, tehát 20 perc után úgy ment, mint egy öreg iskolaló, de ezen majd nyilván a következő hónapokban javítani fogunk, megfejleszteni fogjuk. Tényleg nem tudom elmondani nektek, hogy mennyire boldog vagyok vele. Nagyon-nagyon örülök, és úgy gondolom, hogy ő egy nagyon jó vétel volt, és nagyon sok színes videót fog nekünk hozni a csatornára. Köszönjük, hogy végignéztétek ezt a videót is. Nos, hát akkor ő lenne Papillon, remélem, hogy tetszik és meg vagytok vele elégedve. Mostantól a csatornán ő fog minket végigkísérni minden videóban. Vele fogok nektek új tanulós videókat bemutatni. Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani a Rábai családnak, akik többször is eljöttek messziről és segítettek nekem a lóval kapcsolatban fenyergelni, felülni rá először és ezt a videót is elkészíteni. Úgyhogy nagy csók nekik, nektek pedig. Egy hét múlva találkozunk.